Kedves nézőink, üdvözöljük Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Sikeres felvételi kampány a Nyíregyházi Egyetemen. A tavalyi évhez képest 10%-kal többen jelölték első helyen az intézményt. Ez is témánk lesz a mai alkalommal, de előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Napelem Park Szakolyban több mint 21 ezer panel 15 hektáron. Egyre több felvételiző, sikeres részeredmények a Nyíregyházi Egyetemen. Beruházott az East-West Gate, az óriás terminál új zöld vagonokat bérel. 2 milliárdos fejlesztés Gyulaházán, fóliaházi és kiszolgáló csarnok épült a településen. Több mint 3,2 milliárd forintból épült napenergiát hasznosító kiserőmű Szakolyban. A több mint 15 hektáron elterülő napelemparkot egy német energiavállalat építette meg. A park fenntartható módon járul hozzá a térség lakossági, közintézményi és vállalkozói energia igényeinek kielégítéséhez. Az átadó ünnepségen elhangzott, Magyarország 2050-re klímasemlegességet tűzött ki, amelyhez az ilyen jellegű beruházások elengedhetetlenek. Amíg a szem ellát, napelemek sorakoznak Szakolj déli határában. Számszerűsítve 21.438 panel gyűjti a napenergiát több mint 15 hektáros területen. Egy német energiavállalat építette meg a parkot, amely méretéből és termelési kapacitásából fakadóan kis erőműnek számít. Kósa András, a beruházó vállalat ügyvezetője az átadó ünnepségen arról beszélt, a térség jelentős lakossági, közintézményi és vállalkozói igényeit ki tudják elégíteni megújuló energiaforrásból. Az Abovind megújuló erőművek fejlesztésével foglalkozik. Magyarországon eddig naperőműveket lehetett fejleszteni, most már fogunk szélerőműveket is fejleszteni, illetve ami ehhez kapcsolódik, tárolás, és hát egyébként a világban szerte hidrogén, zöld hidrogén előállítással is foglalkozunk. Ez a projekt, amit itt látunk, ez számokban kifejezve évente 19 megawattóra áramot termel, ez nagyságrendileg hát olyan 6000 családnak az éves áramfogyasztását jelenti, tehát mondjuk 6-szor Szakolj település méretét jelenti. És hát ez fogja még sok évtizeden keresztül biztosítani. Megújuló energia, ugye nincsen széndioxid kibocsátás, amikor áramot termel. Van egy fontos technikai újdonsága is ennek a parknak. Ez a park már részt tud venni a úgynevezett kiegyenlítő energia piacon. Az azt jelenti, hogy ugye az időjárás függő megújuló energiatermelők nehézséget, feladatot jelentenek a Mavirnak, de ezzel a kiegyenlítő energia szolgáltatás nyújtó képességgel csökkentik a Mavir terhelését, hozzájárulnak ahhoz, hogy a hálózatot könnyebben, simábban lehessen üzemeltetni. Egyelőre a bárki felhasználhatja, arra is van lehetőség, hogyha valaki le akar szerződni, hogy ő konkrétan az itt megtermelt áramot szeretné használni, ezek nyitottak, bármikor, bármire van lehetőség. A vállalat több mint 3 évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a szakolyi önkormányzattal, majd nem sokkal később a beruházó meg is vásárolta a több mint 15 hektáros területet. Bacskai Erzsébet, a község polgármestere elmondta, a befektető számára vonzó volt, hogy Szakolyban már működik egy biomassa erőmű, így a fenntartható energia fejlesztésében a két vállalat együtt tud működni. A fejlesztéshez kapcsolódóan pedig egy másik fontos területen is előrelépés történt a községben. Ez egy 14 hektáros területen megvalósult napelemes kiserőmű, aminek nagyon örülünk önkormányzati szinten is. 3-3,5 évvel ezelőtt keresett meg bennünket a befektető, hogy van egy ilyen terv, és van terület is, amit meg tudnak vásárolni, és létre tudják hozni ezt a napelemparkot. A vonzóbbá tette településünket az is, hogy 2009 óta nálunk működik egy biomassa erőmű, tehát kooperálva velük, ugye főként a leadó állomás tekintetében nagyon vonzónak találták Szakolyt, hogy itt telepítsék ezt a napelem parkot. A település szinten, önkormányzati szinten, amiben tudtunk, mindenben segítettük és végigkísértük egyébként a projektet. Azt is fontos tudni, hogy 3 évvel ezelőtt településünknek még nem volt települési rendezési terve,
azt korábban az előző vezetők vezetése alatt a kúria felfüggesztette. Úgyhogy ez volt egy nagyon nagy feladat, hogy az önkormányzat és a befektető együttes erővel, hiszen az anyagi fedezetet ők nyújtották a település rendezési terv elkészítéséhez, így együttes erővel ezt is meg tudtuk oldani, és van már településünknek település rendezési terve is. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány célul tűzte ki, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon. Éppen ezért fontos, hogy minden megújuló energiát termelő beruházás jól hasznosuljon. Sokan természetesnek veszik, különben az is, hogy a polgármestereink, a kormányhivatalnokaink, azok tudásuk lekiavát adva, lelkiismeretesen, sőt, mi több, néha még emberfeletti munkával is elvégzik azt a munkát, aminek az eredménye egy ilyen gyönyörű beruházás, amely a 21. század követelményeit teljesíti. Ugye Magyarország 2050-re klímasemlegességet vállalt. Ennek egy piciny lépése a mai átadás, de ezekből a kis lépésekből fogjuk elérni ezt a hatalmas célt, mert hogy addig még bőven van mit tennünk, ugye atomerőművet meg kell építeni, ugye következő blokkokat, és több ezer megawattnyi naperőmű beruházást kell még megvalósítani, habár jól állunk, mert ugye 2030-ra tűztük ki a 6000 megawattot, és ezt már most teljesítettük. Úgyhogy ez a közös munkánk eredménye. A Nemzeti Energia Stratégiához illeszkedő beruházás összértéke meghaladta a 3,2 milliárd forintot Szakolyban. Egyre inkább úgy tűnik, hogy beérik az elmúlt évek felvételi kampánya a Nyíregyházi Egyeteme, évről évre javulnak a számok. Nemrég hozták nyilvánosságra a jelentkezések számát, ami több területen is növekedés mutat a tavalyihez képest. A részletekről Vajda Ildikót, az intézmény oktatási rektor helyettesét kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Pedig már a tavaly is eléggé növekedő volt, mármint a jelentkezések számát tekintve, akkor is jelentősen megugrott, és még ehhez képest megint jól teljesített a Nyíregyházi Egyetem. Igen, ezek a számok, ezek mit sem bizonyítanak, mint hogy a Nyíregyházi Egyetem a város és a régió meghatározó, dinamikusan fejlődő és folyamatosan megújulni képes egyeteme. A tavalyi év, amely a jelentkezési létszámunkban mind az összjelentkezést, mind az első helyes jelentkezési számot tekintve igen nagy előrelépést mutatott, hiszen több mint 60-70%-kal nőtt a jelentkezéseknek a száma, és ehhez képest most 10%-kal tudtuk növelni az oktatási hivatal előzetes adatai szerint. Önök szerint minek köszönhető mindez? Mint említettem, elsősorban annak, hogy nagyon dinamikusan fejlődik a Nyíregyházi Egyetem, és a képzési palettával folyamatosan képesek vagyunk megújulni. 10 képzési területen, illetve 13 képzési területből 10 képzési területen kínálunk lehetőséget a továbbtanulásra a hallgatóknak. Minden képzési területen több szakot hirdetünk a felvételi rendszerben. Már korábban is átalakult azért egy kicsikét a felvételi eljárás, úgyhogy ennek megfelelően kicsikét könnyebb lett bekerülni a felső oktatásba, ha jól gondolom. Így van, 2023-tól, a 2023-as felvételi eljárástól egy új jogszabályi változás jelentkezett a felsőoktatási felvételi rendszerben, amelynek során eltörlésre kerültek a jogszabályi minimumponthatárok és az emelt szintű érettségi. Ez már
azoknak, akiknek korábban nem volt lehetőségük az emelt szintű érettségire, vagy nem tudták megtenni, vagy egy szintű érettségi rendszerben érettségiztek, nagyon nagy lehetőséget jelentett. Ugyanakkor büszkék vagyunk arra, hogy jelentős mértékben, ha bár a jogszabály lehetővé tette, de jelentős mértékben nem kellett csökkentenünk a minimum pontokat. Hogyan alakultak akkor az idei számok, a jelentkezések számát tekintve, ami azért, ha jól tudom, nem végleges, tehát még azért nem lehet, azt mondani, nem lehet pontot tenni a mondat végére. Így van, tehát az összjelentkezési létszámunk 8000 fölé emelkedett, 8156 fő az, aki megjelölte a Nyíregyházi Egyetemet, és ebből első helyen 2662-en jelölték az intézményt. Mind a két esetben ez egy 10%-os növekedést jelent, és hát nem vehetjük még végső megoldásnak, vagy végső adatnak, hiszen július 10-éig változtathatnak a sorrenden. Nagyon bízunk benne, hogy azok a jelentkezők, akik nem első helyen jelölték a Nyíregyházi Egyetemet, ők végül majd úgy fognak dönteni, hogy sorrendet módosítanak, és növelni fogják az első helyes jelentkezéseinknek a számát. Tehát akkor a kampány továbbra is tart, intenzív. Így van, egy nagyon intenzív felvételi beiskolázási tevékenységet folytatott ebben az évben, vagy folytat folyamatosan a Nyíregyházi Egyetem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy most már ez nem is kampány, hanem egy folyamatos, nagyon intenzív tevékenység. Nem tehetjük meg, hogy kampányszerűen folytatjuk. Persze vannak kiemelt időszakok, amikor ez egy kicsikét erőteljesebb, de egy nagyon megújult rendszerrel igyekeztünk megszólítani a tovább tanulni vágyókat. Minden platformon, offline és online módon is megjelent a Nyíregyházi Egyetem, és ezt továbbra is folytatni fogjuk. Főként, ha a célközönséget nézzük, akkor az rendben, hogy melyik korosztály az elsődleges célközönség, de a földrajzi, tehát hogy Nyíregyháza és vonzáskörzete, a megye vagy a régiónak mely területeit lehet erre mondani? Nem szeretnénk így beszűkíteni, hiszen, mint említettem, a képzési palettánk nagyon sokszínű. Vannak olyan egyedi képzéseink, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, hiszen csak a Nyíregyházi Egyetemen találhatók meg. Tehát országosan szeretnénk beiskolázni, ugyanakkor látjuk azt a jelentkezők lakhelyéből, hogy elsődlegesen a régióból, a városból jelentkeznek hozzánk. És azt szeretnénk, hogyha ők itt is maradnának a végzés után, és itt találnák meg a munka lehetőségeket. Na jöjjön egy másik fontos kérdés, hogy mely képzések voltak a legkelendőbbek, amelyre a legtöbben jelentkeztek. Mondhatnám azt is, hogy a sláger képzések, sláger szakok továbbra is ugyanazok, mint az előző években? Igen, bár a pedagógus képzési terület az, ami most 40%-kal növelte a jelentkezési létszámokat, ezen belül is, mint ahogy a korábbiakban is az óvodapedagógus alapképzési szak, ami nagyon népszerű, a csecsemő és kisgyermekgondozó, a tanító alapképzési szakunk, a gazdálkodási és menedzsment szakunk, illetve a mérnök szakjaink, gépészmérnök szakunk. A pedagógus képzésről még azért pár szót, szerint minek köszönhető az, hogy akkor így megemelkedett a jelentkezések száma 40%, hiszen hát az azért eléggé drasztikus emelkedés a szó pozitív értelmében. Igen, tehát ezek az alapképzési szakokra vonatkozik. Az osztatlan tanárképzési szakjaink is emelkedett a létszám, de még mindig nem az elvárt, az a reményteljes, amit mi szeretnénk. Ezen is nagyon sokat dolgozunk. A Nyíregyházi Egyetem 15 közismereti szakpárral hirdeti az osztatlan tanárszakokat, és ahol még nagyon nagy a jelentkezésünk, a diploma utáni rövid ciklusú mester képzésekben, ami szintén ugye a tanári szakokat is érinti. Tehát ott egy 440 fő az, akik jelentkeztek ezekre a szakokra. Beszéltünk már arról, hogy az előző években átalakult a felvételi eljárás, de most olyan szinten is átalakult, hogy egy kicsikét másabb lett a pontszámításnak a lehetősége, illetve a pontadásnak a lehetősége. Mit lehet erről tudni? Igen, a pontszámítás többféle módon zajlik. Az oktatási hivatal a legjobb, a legelőnyesebben próbálja a pontokat számolni. A klasszikus pontszámítás, ugye a maximálisan elérhető pontszám az 500 pont, melyből 200 pontot a tanulmányi eredmények alapján kap a jelentkező, 200 pontot az érettségi pontok,
szerint számolnak, illetve kapja a jelentkező, és 100 pont az, ami az idei évtől egy újdonság, hiszen a felsőoktatási intézmények autonómiájából adódóan rendelkezhetnek 100 intézményi többletponttal, amelyel a Nyíregyházi Egyetem is él, és különböző jogcímeken igyekszik értékelni és pontozni a hozott tudást, illetve a többlet energia befektetését a jelentkezőnek. Ezeket a jogcímeket egyébként az intézmény stratégiájához alakítottuk, és többfajta ilyen jogcímen tudunk többletpontot adni a jelentkezőknek. Tud mondani néhányat? Természetesen, ugye nem kötelező, mint említettem, az emelt szintű érettségi, tehát így mi tantárgyanként az emelt szintű érettségit értékeljük. Szintén többletpont jár a nyelvvizsgákért, tehát akár a komplex B nyelvvizsgáért, vagy külön a szóbeli írásbeli nyelvvizsgáért, középszinten a tanulmányi, művészeti vagy sportversenyeken elért eredményekért, és többek között, ami nagyon népszerű volt az idei felvételi tevékenységünk során, a felsőfokú tanulmányokra felkészítő kurzusoknak az értékelése, hiszen lehetőséget adtunk szinte minden szakunkon arra a jelentkezőknek, hogy ha jelentkeztek, regisztráltak ezekre a kurzusokra, akkor bizonyos alkalom teljesítése után megkapták a plusz 100 pontot. Ez azért nagyon fontos, mert egyrészt személyesen megismertük a jelentkezőket, másrészt a közvetlen kapcsolat alapján betekintést nyerhettek azokból a szakokból, egyáltalán az egyetemi életből, ahová ők jelentkezni szeretnének. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Bővült a mozdonyállomány, és jelentősen bővül a vagonállománya is az East-West Gate vasúti intermodális terminálnak fényes létkén. A vállalat összesen 120 új gabona és nyers étolaj szállítására alkalmas, környezetbarát vagon bérel Európa egyik vezető leasing cégétől. A régebbi típusúaknál könnyebb kocsi gazdaságosabb szállítást tesznek lehetővé Európa minden normál nyomtávú vasúti vonalán. Munkában az óriás daruk fényes litke mellett az East-West Gate vasúti intermodális terminálon. Rakodják a 20 lábas konténereket, az azokat mozgató szerkezeteket pedig egy időben néhány száz méterre a helyszíntől egy operatív szobából irányítják 5G-s technológia segítségével. Üzemszerűen működik a másfél éve átadott kereskedelmi csomópont. Most, valamint a következő hónapokban pedig tovább bővül a vállalat eszközparkja, számolt be róla Tálosi János vezérigazgató szerdán. Európa egyik vezető leasing cégétől béreltek nagy térfogatú zöld vagonokat, melyből 30 gabonaszállító érkezett meg, még 30 érkezik május végén, júniusban, júliusban pedig újabb 60 tartályvagont várnak. Jelenleg 170 fős létszámmal dolgozunk, gyakorlatilag feltöltöttük a jelenleg a működőképességhez szükséges létszámot. Jól képzett, fiatal, 33-35 év közötti átlag életkorú kollégákat sikerült felvennünk. Várhatóan ez az elkövetkező 2-3 évben a létszám szükségletet fedezi. Az eszközparkot jelentősen növeltük, mozdonyokat leasingeltünk, vasti kocsikat leasingeltünk, tehát gyakorlatilag a terminál és a cégcsoport, ugye a EVG Rail és az EVG Customs és a terminál minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy ez a forgalom jelentős növekedést érjen el. Ennek része a Vaszkózától most átvett 30 gabonás kocsi, amiből még jön 30, és az a 60 olajos nyers étolajt szállító vagon is, ami szintén a kapacitásunkat növeli. A Vaszkóz az egyik vezető európai vagonbérbeadó cég, jelenleg több mint 16 ezer vasúti kocsival rendelkezünk, amit Európa szerte adunk bérbe ügyfeleinknek. Az első kapcsolat az évvégével 2022 elején jött létre, amikor is ők megkerestek minket egy ajánlatkéréssel, akkor az intermodális üzletágról beszéltünk, tehát így kezdődött az üzleti kapcsolat a két cég között.
Az East West Gate által üzemeltetett zöld gabonaszállító vagonok 95 köbméter térfogatúak és 20 tonna önsúlyúak. A régebbi típusú kocsiknál könnyebbek, ezért több árut, nagyjából 2 kamionnyit tudnak szállítani. Így jelentősen olcsóbb velük a fuvarozás, mivel a fuvardíjakat jellemzően nem súlyra, hanem vonatszerelvényenként határozzák meg. A vagonok szerte Európában tudnak közlekedni, ahol a vasúthálózat normál nyomtávú. Az első üzlet, amit megkötöttünk, az az úgynevezett zsebes kocsik terén jött létre. Ezek olyan speciális intermodál vagonok, amelyek ikerkocsik, ha tengelyesek, trélereket, illetve konténereket lehet rárakodni, tehát ezzel is elősegítve, hogy a közútról a vasútra tereljük a forgalom egy részét. Ezek a kocsik már az East West Gate parkjában vannak, és az új üzletek, amikről ugye a további hónapokban, illetve években tárgyaltunk, azok ugye az agrár piacra vonatkoznak, tehát a gabonás vagonok. Az első 30 kocsi a napokban került átvételre, a következő 30 kocsi május végén érkezik, illetve júniusban és júliusban tartály vagonokat fogunk kiszállítani az évvégi részére, amelyek szintén újépítésű kocsik lesznek. A közelmúltban pedig mozdonyflottáját is bővítette az East West Gate. Jelenleg 5 Traxunk és egy Vectronunk van az AKM-nek köszönhetően. Ezzel és gyakorlatilag közel 300 darabos vagonparkunkkal, egy jelentős vasúti kapacitással is rendelkezünk, tehát komplett szolgáltatást tudunk az ügyfélnek nyújtani, vasúti szállítás, átrakás és hozzá az eszközbiztosítása, a vagonbiztosítása. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Ukrajnában zajló háború miatt az intermodális vasúti kereskedelem visszaesett, így a fényeslitkei terminálnak is alkalmazkodnia kellett a megváltozott körülményekhez. Ezért lett most kiemelt jelentőségű az ukrán gabona és nyers étolajszállítás. Tálosi János ugyanakkor optimista azt illetően, hogy a vasúti árufuvarozás más területeken is fellendül. Újra kellett értékelni a koncepciót, már nem konténerszállítás az, ami jelen pillanatban meghatározó, bár pont most jelen pillanatban ugye láttatok konténerátrakást, az is folyamatban van, hanem megy a nyers étolaj és a gabona szállítása, de bízunk benne, hogy egy rövid időn belül, belátható rövid időn belül ez a háborús helyzet megszűnik, és akkor valami hihetetlen konténerforgalom növekedéssel számolunk. Igazából az intermodál szektor az, ami ugye gyengekedik most, és bízunk abban, hogy a gazdaság ismét fellendül Európában. Nyilván ezt senki nem tudja megjósolni, de mindenki azt várja, hogy az elkövetkezendő egy évben legkésőbb megint fellendüljön a piac. A vállalatnak egyéb iránt a gazdasági helyzettől függetlenül is vannak rövid távú céljai. Az eseményen elhangzott, 3 hónapon belül elindíthatnak egy naponta közlekedő kamionbontatmányokat szállító járatot Munkács, Bátyú és a Fényeslitkei terminál között. Ezzel jelentősen tehermentesíthető a kamionforgalom az ukrán-magyar határon, ahol az utóbbi időben jelentősen megnőtt a várakozási idő. Külügyminiszter úr nagyon jelentős támogatást adott ehhez, hiszen több riportban is láthattátok, hogy mindig említette a terminált és annak a kapacitását. Rendkívül jó partnerekre találtunk túloldalon a kormányzóban és azokban a helyi cégekben, akikkel együtt lehet dolgozni. Hamarosan az első konténervonat már kint van Munkácson, ez heti rendszerességgel fog indulni, és hát tudjátok, hogy nekem az intermodalitása, a kamionok vasútra terelése az egy nagyon régi álmom. Reméljük, hogy a határforgalomban is el lehet indítani ilyen intermodális vonatokat. Magyarország eddigi legnagyobb közfoglalkoztatási beruházását adták át Gyulaházán. A 2,2 milliárdos fejlesztéssel egy 8000 négyzetméteres fúliaház és egy hozzátartozó több mint 1000 négyzetméteres kiszolgáló csarnok épült. A szabályozott mikroklímájú növényházban termelési ciklusonként 150 tonna uborkát tudnak majd betakarítani. Az önkormányzat 5 éven keresztül 12 fő nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatását is biztosítja a gazdaság élénkítő programban.
szalagátvágás Gyulaházán. Több mint 2,2 milliárd forintos közfoglalkoztatási beruházást adtak át a településen. A 8000 négyzetméteres növényház és a hozzátartozó több mint 1000 négyzetméteres kiszolgáló csarnoka legkorszerűbb technológiák alkalmazásával épült. A fóliaház mikroklímáját számítógép vezérli, fűtését biomassa tüzelésű rendszer biztosítja. A fenntarthatóságot napelemek és a csapadékvíz felhasználása is növeli. A növényházban egy termelési ciklusban 150 tonna uborkát tudnak majd betakarítani, amelynek értékesítéséhez partnert is talált az önkormányzat. Ez a településnek egy óriási lehetőséget jelent, hiszen maga a beruházás értékéből is látszik, hogy ez egy gigahatalmas beruházás, milliárdos beruházás, sőt nem is egymilliárdos beruházás. Mi bízunk benne, hogy ezt a lehetőséget, amit biztosított számunkra a belügyminisztérium, ezáltal a program által, ezáltal a projekt által, mi ezzel fogunk tudni élni, hiszen jelen pillanatban semmilyen gazdasági bázisunk, semmilyen hátterünk nincs. Ezzel azontól, hogy 12-13-14 embernek piaci kenyeret, piaci körülmények között tudunk majd munkabért biztosítani. Azon túlmenően remélünk belőle azért egy kis hasznot, ami az önkormányzat működésébe fogunk tudni beforgatni. Ez eredetileg egy közfoglalkoztatási mintaprogram, és ez a mintaprogram csúcsosodok ki abba, hogy annak a befejezésével, tehát elvileg május 14-től, de már most is, a önkormányzat vállalta, hogy 12 főt 5 éven keresztül piaci körülmények között fog foglalkoztatni. Ez a foglalkoztatás már beindult most, ugyanis február 14-én beültettük uborkával, és másképp nem tudnánk ezt már biztosítani, ezeket a munkálatokat. Muszáj volt már ide megtalálni a megfelelő munkaerőt, úgy érzem, hogy sikerült is, és ezek az emberek már rendes, normális, munkatörvénykönyves foglalkoztatottak, minimál bértől még egy picivel többet is keresnek. Az üzemben tartása, a fenntartása ennek a komplexumnak, ez mibe kerül majd? Az önkormányzatok hogy tudja majd ezt biztosítani? Ez nagyon jó kérdés. Jelen pillanatban még egy kicsit könnyű dolgunk van, hiszen a beruházás mellett a beruházáshoz szükséges egyéb dolgokat is megkaptuk a központi költségvetésből, a közfoglalkoztatás miatt. Ez akkor jelent majd nagyon-nagyon nagy problémát, amikor mi fogjuk üzemeltetni, mi fogjuk megvenni a palántát, a vetőmagot, mi vesszük meg a bálákat. Már most a következő beültetés már ilyen. Nagyon bízom benne, hogy nem fog olyan jellegű gond lenni, hogy azt nem fogja tudni kitermelni a rendszer, hogy ne tudjuk biztosítani az újratermelés feltételrendszerét. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint ez a fejlesztés lehetőség és felelősség is egyben, melynek piaci alapon működő beruházássá kell válnia. A fóliaház pedig hozzájárul a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez is. A térségnek ez óriási lépés, hiszen önerőből ilyet megvalósítani nem tudott volna, és egyelőre külső vállalkozó piac alapon meg nem tervezett ilyet. Aki ide bejön, látja, hogy több mint 8000 négyzetméter fóliasátor, 21. század szerinti technika, így kell ezt csinálni. Román István főispán elmondta, számos nehézségbe ütköztek a beruházás megvalósításán dolgozó szakemberek. A pandémia és a háborús helyzet is hozzájárult a kivitelezés késéséhez. A főispán kitért arra is, a kormány közfoglalkoztatási programja számos eredményt és értéket teremtett a vármegyében. Ennek egyik kiemelkedő példája ez a beruházás. Az elmúlt éveket, ha végignézzük, és akik itt élünk a vármegyében, azt láthatjuk és elmondhatjuk, hogy bizony ezeknek a forrásoknak számtalan eredménye és számtalan értéke teremtődött meg itt a megyében. A közfoglalkoztatásnak is köszönhetően településeink sorra újulhattak meg. Nagyon sok olyan embernek, aki számára a munkaerőpiac elérhetetlennek tűnt, munkát tudtunk adni a közfoglalkoztatáson keresztül, és ami egy óriási sikerélmény, az pedig az, hogy a közfoglalkoztatás az valóban jelentette egy átmenetet, mert a közfoglalkoztatásból a munkaerőpiacra, az elsődleges munkaerőpiacra több tízezer ember jutott át az elmúlt években.
Ez a legnagyobb közfoglalkoztatási beruházás 2011 óta, mondta Réti Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár. A kormány még 2019-ben döntött a gazdaságélénkítő program elindításáról. Hosszas előkészületek után több mint 3000-ről 445-re szűkült a potenciális kedvezményezettek száma. Végül három körben 93 település, köztük Gyulaháza jutott támogatáshoz. 2011 óta egy nagyon jelentős közfoglalkoztatás és egy nagyon sokrétű tevékenységet csináltak ők a közfoglalkoztatásba, és amikor kiválasztottuk ezeket a településeket, hogy kik lehetnek a potenciális fejlesztések alanyai, mint mondtam, hogy megnéztük azt, hogy milyen közfoglalkoztatási programjaink vannak, mert első körben azt gondolom, hogy azon próbáltunk megépítkezni, de új elképzeléseket is befogadtunk. Hát Gyulaháza és ez a vidék nyilván Szabolcs-Határbereg megye, ez mezőgazdasági termelésben mindig is egy erős megye volt, és ugye megnéztük azt, hogy hol vannak olyan hiátusok, ahol a helybeli foglalkoztatást tudjuk mi fejleszteni, és helyben tudunk az embereknek munkát biztosítani. És megnéztük azt is, hogy mely településeken legnagyobb a tartós munkanélkülieknek az aránya, így esett a választás Gyulaháza településre. Sokszor gondolkodtunk azon, nem egyedüli ez egyébként, nagyságrendjét tekintve egyedüli, de több más helyen is vannak olyan települési önkormányzatok, akik fóliás termesztéssel foglalkoznak közfoglalkoztatás keretében, és akár fel is dolgozzák a termékeiket, vagy ezeket a termékeket a közétkeztetésben, az iskolai és a szociális étkeztetésben is megjelenítik. És Gyulaháza volt az a helyszín, ahol adott volt a lehetőség, a tartós munkanélkülők aránya olyan volt, és rászorult a település, hogy helyben is munkát tudjunk adni, és így esett Gyulaházára a választásunk. Egyébként én azt gondolom, hogy Magyarország termálvíz kincsei alkalmasát teszik ezt az országot arra, hogy ilyen beruházások jönnek. A versenyszférában is nagyon sok olyan típusú támogatás van, agrárjellegű támogatás, ahol ilyen portfóliókat támogat meg a kormányzat. Én azt gondolom, hogy ezeket a kapacitásokat ki kell használni a legvégsőkig. Tehát én azt gondolom, hogy maga ez a helyzet, ami most Európában van, a háborús helyzet, az országokat tolja az önfenntartás irányába. És én azt gondolom, hogy ennek ez egy ékes példája lehet. A fóliaházban úgynevezett hidrokultúrás növénytermesztés zajlik, melynek lényege, hogy a növények termesztése független a talajtól, a gyökérzet ugyanis egy mesterséges közegben fejlődik. Ez ebben az esetben kókuszrostból áll. Idén két termelési ciklusban mintegy 300 tonna zöldséggel számol az önkormányzat, az innovatív megoldásoknak köszönhetően azonban jövőre már három ciklusban mintegy 450 tonna uborka betakarításával tervez a község vezetése. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között a nyári táborokkal is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!